A mai napra egy olyan gyakorlatot hoztam, ami nem csak az utolsó trimeszterben, így az utolsó hetekben jöhet nagyon jól, hanem bizony, amikor előkerülnek a csinosabbnál csinosabb kis ruhák, amiből a vállunk, illetve a karunk ki van, akkor ezek a gyakorlatok nagyon szépen feszessé, formássá teszik ezeket a testrészeket, ezeket az izmokat. Nincs más hátra, mint hogy ezt a gumikötelet összekössük, a végére tegyünk egy csomót, jó, leteszem a földre, és egy picit bemelegítjük a kart, hogy aztán jól meg tudjuk dolgozni. Alszasz, forgasd meg, váltva, vált, vált, ez az, figyelj, előre, aha, gyerünk, figyelj, páros, páros, picit nagyobb mozdulatokat, és oldal. A bemelegítés, ne feledd, mindig nagyon fontos, és páros, húz, 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 elől, tol, tol, majdnem nyújtva van a kar, egy egészen picit kell csak behajlítani. Tol, és föl, 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 figyelj, páros, tol, 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 és elő, húz, húz, na még négyet, négy, három, kettő, és melegítjük hozzá a combunkat is. Azaz, gyerünk még, négyet, hármat, kettőt, és most felvesszük a szalagot. Fogd meg, állj rá a közepére, ráállunk a közepére, ez az, figyelj, és húz, föl, 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 nagyon fontos, hogy a könyököd emelt föl, jó, ne csak eddig, felemel, húz, 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 na még, gyerünk még, négy, emeld meg, három, elkezdett fájni, igaz? Jó, megfogjuk alulról a kötelet, és jön a biceps, húz, húz, felkar a test mellett van, jó, nem lóbásszuk, húzat, nyolc, hét, hat, öt, gyerünk még, négyet, húzat, hármat, kettőt, figyelj, föntről, megfogjuk, és húz, húz, na még, négy, három, kettő, jó, jön egy picit nehezebb rész, dőlj bele, és fölhúz, egyenes a hátad, mutatom oldalról, egyenes a hát, és oldalra megy a könyök, húz, húz, hátsó vállizom, húzat, húz, gyerünk még, négy, három, kettő, megint alulról fogjuk a kötelet, és behúz, húz, test mellé húz a kar, test mellé, húzzad, akinek nincs ilyen nagy pocakja, mint nekem, az sokkal beljebb tudja húzni a kötelet. Gyerünk még. Na még. Négy. Három. Kettő. Figyelj, és kezdjük előről. Fölállunk. És húz. Föl. Föl. Elkezdett fájni, igaz? Gyerünk még. Húzzat. És beledőlünk. Beledőlsz. Húz. Húz.
Na még! Nagyon jó a zene! Ez az! Jó, most megfogjuk alulról. És biceps, húzzak! Föl! Föl! Gyerünk, még nem sok van! 4, 3, 2, és alulra húz. 20. Na még! Tovább! 4, 3, 2. Ez az. És jön az utolsó. Megint felülről fogod. Gyere, egyik lábbal maradsz benne. És emel. Előre. Mutatom oldalról. Előre emel. 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 Emeld meg. Gyerünk még. Mindjárt vége. 4-et. 3-at. 2-t. És megtart. Ez az. Érzed, igaz? Látod, látod? Alig 5 perc, és bizony meg lehet itt izzadni, illetve meg lehet dolgozni ezeket az egészen pici izmokat is. Nyújtsd meg hátul. Ó, de jó. És elől. Szuper, nyújtsd meg! És a másik irányba. Ha ezt a gyakorlatsort minden másnap, vagy minden harmadnap megcsinálod, és hogyha időd engedi, 2-3-szor meg is ismétled egymás után, és úgy lesz rögtön egy 10-15 perces tornarészed, amit a karra szánsz, biztos vagyok benne, hogy az eredmény kárpótolni fog, amikor megállsz a tükör előtt, mert hogy a karod és a vállad gyönyörű, szép, feszes és gömbölyű lesz. Szép napot!